elkészülni. Augusztus első napján kihasználva a szabadtéri úszómedence nyújtotta lehetőségeket, ismét rajthoz álltak Marcaliban a nyárzáró úszóverseny résztvevői. Ezen verseny az utolsó a nyár folyamán. Eddig a országos bajnokságokon vettek részt a gyerekek, három alkalommal is, illetve a negyedik, ami a serdülő OB, ahol sikerült például 8 számból 6 egyéni csúcsot úszni, amiért mérhetetlenül büszkék vagyunk a gyerekekre. A nyárzáró versenyünk az immár hagyományteremtő ebben a környezetben, ebben az időszakban. Musz rendezésű, illetve muszos verseny, időmérő panellel és rögzített időkkel, ahol lehetőség van akár a kisebbeknek, illetve a nagyobbaknak szintidőt úszni az országos bajnokságra. A Nívómed Egyesület mintegy 43 versenyzője nevezett a megmérettetésre. Hát a mai verseny a Nívómed kupának az idei évadban a második fordulója. Annyit kell tudni, 11 egyesület vesz részt most jelen pillanatban a versenyünkön. Kicsit kevesebb a létszám, mint az elmúlt versenyen. Köszönhető ez annak, hogy most már lementek az OB-k, és nagyon sokan elmentek szabadságra, töltik a nyári szüneteiket. 11 egyesület van jelenleg itt Marcaliban, 158 gyerek nevezett, és több mint 700 nevezésünk van. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt versenyhez képest kb. 200-zal több nevezés van, annak ellenére, hogy kevesebb a csapat. Fontos, hogy a sportolók felkészültségét versenykörülmények között is fel lehessen mérni, vélik a szakemberek. Ugye az elmúlt időszakban a bezártság miatt nem tudtak sehol versenyezni a gyerekek, és én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az eredményeiket meg tudják mutatni, illetve hogy mennyit fejlődtek, ehhez elengedhetetlenek a versenyek. A nyár folyamán több egyéni rekordokat úsztak a Nívómed Egyesület sportolói. Az 5. országos cápa bajnokság Gadányi Hédi számára éremesővel zárult. A szegedi országos bajnokságon 1500 méterből harmadik, 400-ból harmadik, 800-ból is harmadik lettem, és lettem még negyedik, és hatodik is. Júniusban a Nívómed Egyesület két versenyzője is átvehette Magyarország kormánya által a Magyarország jó tanuló, jó sportolója kitüntetést. Úszok ma minden 50-t, 100 gyors és 100 hátat. A legbüszkébb az OB-n elért helyezésekre vagyok, a nyár az jól telt, edzőtábor volt, jók voltak az edzések. A hazai versenyen sokkal jobban tudunk úgymond teljesíteni, meg a sokkal jobb a közösség is. Országos bajnokok is részt vettek a marcili megmérettetésen. Hódmezővásárhelyen volt. Nem annyira szeretem azt az úszodát, de most minden jól összejött. Délelőttet egy kicsit elrontottam, és akkor délután úgy álltam hozzá, hogy ugye első idővel bejutottam, még így is, hogy akkor ez most sikerülni fog, hogyha koncentrálok, meg oda teszem magamat, és hát össze is jött. Úsztam 50 hátat, 50 pillangót, most úszunk majd a lányokkal 4x100-as gyorsváltót, meg 4x100-as vegyesváltót, abban ugye mellezek, és úszok még 200 gyorsat. Dobogós helyezésre számítasz? Igen, számítok. Ugye 50 pillangón nem tudom, hanyadik lettem, de 200 gyorsan is legjobb idővel vagyok, szóval remélem, hogy összejön. Országos bajnokságon, cápa országos bajnokságon sikerült egy bajnoki címet összehoznom 100 mellen. Láttam, hogy a tesóim is úsznak, és úgy döntöttem, hogy én is ezt akarom, és így elkezdtem úszni. Sokat készültem az országos bajnokságra, ugye decemberben pótolták, aztán most 2021-ben végre nem akadályozott be a koronavírus, úgyhogy meg tudták tartani rendes időben. Nagyon készültem, mert 200 mellen, hogyha jól sikerül, akkor bejuthattam az Európa-bajnokságra. Ez sikerült is. 2.29-et úsztam, amivel már indulhattam. Hát az Európa-bajnokság nem sikerült olyan jól, mint ahogy terveztem, de azt hiszem, az bőven elég, hogy ott voltam. A magyar úszósport sikereit mi sem jelzi jobban, mint hogy a fiatal tehetségek előtt olimpiai bajnok példaképek vannak. Szoktam nézni az olimpiát, Kenderesi Tomi a példaképen. Kapás Boglárka. Most idézőjebe frissen Milák Kristóf,
és én hosszú Katinkát is nagyon szeretem, így a maiak közül, és régi olimpiai bajnoka Gerszegi Krisztina. Kapás Boglárka. Úgymond példaképem nincsen, de kedvencem, mert ugyanúgy tisztelem a hosszú Katinkát, hiszen amit letett az asztalra eddig, az csodálatos teljesítmény. A versenykiírásban nem csak sprint számok szerepeltek. Hát ma úsztam 200 vegyest, kettő mellett, és még 100 mell és 50 gyors lesz vissza, meg ha a váltót úszunk, akkor a váltók. Már leúsztam az 50 hátat és az 50 pillét, már még csak 50 mell, 50 gyors és 200 gyors lesz vissza. Legbüszkébb az ez évi felnőtt országos bajnokságon volt váltóba, kettő darab harmadik helyezett eredményünk. A helyszín nagyon szép, nagyon jól meg van szervezve minden, kedvesek a versenybírók, 50 méter hátúszásban, 50 méter pillangóban és 100 méter hátúszásban indulok. Az első kettő számomat meg is nyertem, és most fog következni délután a 100 méter hát. A versenyszezont egy igazán jól szervezett és jó hangulatú versennyel zárták le az egyesületek, így kezdődhet a megérdemelt nyári pihenés a sportolóknak és edzőiknek.